Szép estét kívánok, önök az Erőnk Forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Szeressük ki egymásból a jót, ezzel a gondolattal, a szeretet fontosságára, annak hatására hívta fel a figyelmet Böjte Csaba ferences rendi szerzetes Debrecenben. A Szent Efrém görögkatolikus óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskolában különleges hittanórát tartott Csaba atya, annak a programsorozatnak a keretében, melyel az intézmény a névadója előtt tiszteleg. Szeressük ki egymásból a jót. Erre hívta fel a diákok figyelmét Böjte Csaba, a Szent Efrém görögkatolikus óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskolában. Belőle is ki lehet hozni a jót és a rosszat is, és anyagból is, tanárokból is, mindenkinek ott van. És nekünk keresztényeknek az lenne a dolgunk, vagy az lenne a, hát a Jézus Krisztus példájára akarnánk élni, hogy egymásból a szentet hozzunk. A ferences rendi szerzetes a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója 30 év alatt több mint 6000 gyermeket fogadott be, és segítette őket tanításaival. Én mindig azt mondom, amikor egy szülők veszekednek, hogy a gyerek előtt harcoljanak egymással, tehát a gyereknek én úgy gondolom jóga van, jókedvű lenni, gyereknek lenni, tehát nem kell őt belekeverni ezt a felnőttek butasságába és örültségébe, tehát én ebben így nem kevergetem őket bele. De hát logikus, hogy az ők is ebben a világban élnek, meg minden. Na hát úgy próbáljuk mi őket a szeretetre, a türelemre, a párbeszédre nevelni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos az optimizmust, a reményt mindig megőrizni. A gyerekeknek én sokszor elmondtam, hogy ők az utcáról jönnek, meg mindenféle tört helyről, hogy hát én nem hiszek egy olyan Istenbe, aki egy embert belevinne, vagy egy népet, vagy az emberiséget egy olyan zsákutcába, amiből ne lenne kiút. Tehát, és én azt látom, hogy több mint 6000 gyereket fogadtam be 30 év alatt, hogy ezek a gyerekek kicsit duzzognak, meg sírdogálnak, aztán megnyugszanak, aztán elkezdnek mosolyogni, aztán talpra állnak, és hát most adófizető állampolgárok, tehát élik a maguk életét, építik a saját otthonukat, tehát hogy igen, tehát nem egyszer használatos zsebkendő az ember, tehát hogy nehézségekből talpra lehet állni. Csaba testvér történetek segítségével igyekezett a gyerekek figyelmét ráirányítani az igazán fontos emberi értékekre. Jó tenni jó, jónak tenni jó, és jobbá tenni környezetet, a legszebb dolog ezen a Földön. Jézus Krisztus ezt csinálta. Ő még a gonadai ördögösből is kiszerette jót, meg Szent Péterből, meg Szent Pálból, meg folytathatnánk tovább, Zakkeusból. Ezek mind olyan gyönyörű történetek. Tragédiák bárkivel történhetnek, de mindig talpra kell állnunk, és nem a múlton rágódni. Én mindenkinek ezt mondom, hogy nem mindig hátra nézve biciklizünk, akkor jó nagyot fogunk esni, hanem bátran nézzünk előre. Micik a mackó mondta a malackának, hogy ne nézz hátra, mert nem arra megyünk. Hát igen, nézzünk előre, és hát álmainkat próbáljuk valóra váltani itt ezen a földön. A különleges hittanúra a hagyományosan január végén megrendezett iskolai program része. A Szent Efrém iskolának mindig is az lesz a célja, hogy együtt megismerjük egymást, megszeressük egymást, és a Krisztus úton járjunk, és szeretetet közvetítsünk a körülöttünk lévők életében. Ilyenkor emlékeznek meg a névadójukról, aki a Szír Ortodox Egyház egyik legkiemelkedőbb teológusa, szónoka és himnuszírója volt. Interaktív és közösségépítő programok segítségével ismerhetik meg a diákok Szent Efrém életét. Az elmúlt időszak, ami mögöttünk állt, egy vészterhes világjárvány, annak az eredménye, annak a bezártsága, annak a korlátoltsága, valamint a szomszédban dúló háború, az emberi sorsok sanyarúsága és annak a szenvedései mellett meg kell találnunk a fényt és az örömet a gyerekek életében, és amit mi tudunk feléjük tolmácsolni. És Szent Efrém munkásságával, az életének az évről évre történő újra átismétlésre, és ez a célunk, hogy ezt javítsuk, és így minél jobban elültessük a gyerekekben azt, hogy gondoskodni és másért tenni az egy öröm. A programhoz kapcsolódóan gyűjtést szerveztek az iskolában. A befolyt összeggel a Dévai Szent Ferenc Alapítványt támogatják, Böjte Csaba testvér által gondozásba vett árvákat és nehéz sorsú gyermekeket.
Köszöntöm a stúdióban Törő András atyát, a Magyar Püspöki Konferencia Országos Egyetemi Lelkészségének referensét. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen, szép estét, szeretettel köszöntöm én is, önt is és a nézőket is. Nagyon köszönjük, hogy itt van velünk. Ugye az apropót az adja a beszélgetésünknek, hogy rövidesen egy egészen különleges esemény lesz Debrecenben, mikor az február 10-e és 12-e között a Kelet. Hát ez furán hangzik, hogy a Kelet, hát azért az hozzátartozik, hogy az egyetemi lelkészségi találkozó országos tekintetben itt lesz Debrecenben. A 13. Keletet tartjuk. Debrecen már adott otthon egyébként ennek a kezdeményezésnek. Budapestről indult ez a kezdeményezés, Pákozdi István atya, aki a egyetemi lelkészségnek volt korábban a vezetője évtizedeken keresztül, ő indította útjára, hogy az egyetemi lelkészségeknek a tagjai, akik szereplői ezeknek a közösségeknek, találkozzanak egymással. Az időpont nagyjából mindig úgy alakul, most így a különböző egyetemi bezárások és tanrendek átalakulása ezt fölborította, így a Debreceni Egyetemhez alkalmazkodtunk, hogy az első fél év vizsgaidőszakának az utolsó napjaiban, második fél év előtt, tehát hogy ez egy ilyen kicsit pihenősebb időszak már, az egyetemistáknak egy jó része már a vizsgáit túl van, vagy a vége felé tart, de még nem kezdődött el az új fél év. Már elindult egyébként nyilván az egész akadémiai év, hiszen az első fél éven túl vagyunk, a lelkészségeknek a munkái útjára indultak, és mindig ad egy megerősítést, amikor fiatalok azt látják, hogy az ország más pontján vannak szintén ugyanolyan fiatalok, akik valamilyen lelkészséghez, valamilyen közösséghez tartoznak. Egyfajta országos, és nem csak országos, hiszen a határon túli magyarság is meg van szólítva, tehát az egész történelmi Magyarország területéről találkozhatnak egymással azok a fiatalok, akik egyetemisták, egy értelmiségi rétegnek a felnövekvő részét képezik, és akik elkötelezett katolikus keresztény hívők. Nyilván itt a katolikus közösség van megszólítva, de ezek a közösségekben azt hiszem egy ilyen nagyon természetes, normális ökumenizmus működik, tehát hogy óriási átjárások vannak, de ez így jó, ez így természetes is, tehát hogy így a hívek ezt így a saját hitérzékükkel itt teljesen a helyén tudják kezelni. Úgyhogy erre a találkozóra készülünk most itt Debrecenben. Mielőtt még a találkozóra kicsit bővebben beszélgetnénk, egy picit az egyetemi lelkészség fogalmáról. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki Debrecenbe jön, de hát mondjuk vagy debreceni, ő is csatlakozhat az egyetemi lelkészséghez. Egyáltalán mi az, hogy egyetemi lelkészség? Nagyon nehéz ezt körülhatárolni egyébként, hogy mi az, hogy egyetemi lelkészség. Az egyetemi lelkész az nem az egyetemnek a munkatársa, tehát hogy én nem az egyetemhez tartozom ilyen formában. A püspöknek a feladatai közé tartozik, hogy különböző szakpasztorációs területeket is ellásson. És ezek közé tartozik egyébként az egyetemi lelkészségeknek a kialakítása, indítása. Az egyetemi lelkészség tulajdonképpen egyfajta jelenlétet kíván biztosítani, az egyháznak a jelenlétét, az egyház, ami ugye Krisztusnak a teste, Krisztusnak a valóságát akarja megmutatni, hogy aki egyetemista, egyetemre jár, annak legyen egy olyan közeg, legyen egy olyan személy, egy olyan szervezet, amihez csatlakozhat, akikkel találkozhat, akin keresztül az egyházhoz tartozhat ebben az időszakban. Aki járt egyetemre, az pontosan tudja, hogy az egyetemista létnek van a legnagyobb létbizonytalansága. Amíg valaki középiskolás, a középiskoláknak normális esetben van egy nagyon stabil, világos, felépített hagyományrendszere. Megvannak a keretek, amiben mozog. Az egyetemeknek is megvan ez, de hogy ezek már sokkal nagyobb számú mértékű intézmények, és ezek a keretek sokkal lazábban működnek. Tehát keresni kell. Vannak kapaszkodók, és ez nagyon jól működik. Nyilván ez a felnőtt életbe vezet már, de a kapaszkodókat itt az embernek már saját magának kell megtalálni. A középiskola rátesz egy formát, egy keretet az emberre. Ez jó vagy nem jó, ez nem ennek a beszélgetésnek a része. Az egyetem viszont lehetőségeket kínál. Ezért is fontos, azt hiszem, hogy az egyház jelen van. Nem egy lehetőségként, de mégis ott van a lehetőségek között, hogy találkozzon Istennel, találkozzon az egyházzal, az életnek a nagy kérdései, amik fölmerülnek. Mert hogy az egyetemi időszak, amikor a nagy kérdések fölmerülnek, legyen kitől megkérdezni.
Mert ez a legfontosabb. Tehát a felnőtté válásnak már ez a, hát úgy tetszik, a küszöbe, amikor átlépheti és megérkezik majd a felnőtt világába, amikor már a nagybetűs élet úgymond a munkavilága is várja, ha itt végzett jó eséllyel. És pontosan ez nagyon jó megfogalmazása, hogy András atya megfogalmazza, hogy hát a nagy létkérdések ilyenkor merülnek föl, és a jó válaszok. Nagyon sokan ugye ilyenkor van, hogy esetleg elfordulnak, bár a családból hoz egyfajta hagyomány, de most én fölfedezem önmagamat. És ezzel a fajta odaállással mi a tapasztalat? Mennyire nyitottak a fiatalok arra, hogy a párbeszédet itt folytassák? A kérdéseikre itt találják meg a válaszokat? Fölmerik-e tenni a kérdéseket? Kérdések vannak, tehát hogy ez, azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog. A Debreceni Egyetem Debrecen gazdagságával együtt nagyon sokféleképpen képviseli az evangélium üzenetét az egyetem falain belül, illetve az egyetemnek a környezetében. A reformátusoknak, a görög katolikusoknak, az evangélikusoknak és a római katolikusoknak is van lelkésze az egyetemen, tehát sok helyen kereshetnek, és sok helyen találhatnak válaszokat, vagy előbrelépést, az úton való formálódást. Tehát ezek nem kész válaszok. Tehát hogy ez azért ez egy nagyon lényeges dolog, hogy amikor találkozunk, akkor az lehet, hogy csak egy találkozás lesz. De hogy az valamit elindít az útjára. Mert hogy itt azért a saját személyes gyermeki otthonról hozott hitnek, amit említett, annak kell átfordulni felnőtt hitté. A kérdésre válaszolva, igen, vannak, akik ezt keresik. Az egyetem biztosít lehetőséget minden lelkészségnek, hogy egy szabadon választható kurzust adjon. Ez ugye nagyon vonzó, mert hogy tulajdonképpen ezért egy kredit jár. Aki járt egyetemre, azt tudja, hogy mit jelent egy kredit, amikor hiányzik. A lelkész kollégákkal közösen mindannyian ajánlunk föl kurzust. A mi lelkészségünknek, a Római Katolikus Egyetemi Lelkészségnek a kurzus, ami most a második fél évben is indul majd, családi élet keresztény szemmel. És a családnak a nagy kérdése, mert ez mindenkinek kérdés. Tehát, hogy mindenki családból jött, mindenkinek van most egy család kapcsolata, és mindenki családra készül, valamilyen formában az életben majd elhelyezkedve. És jók ezek a találkozások. Nagyon sokszor van olyan tapasztalat ezen a kurzuson, hogy olyan emberek is fölveszik, akik egyébként nincsenek megkeresztelve. De hogy hallott már az egyházról, hallott arról, hogy ennek a kurzusnak van egy ilyen-olyan híre az egyetemen, úgy tűnik, hogy pozitív, és gyakorlatilag percek alatt megtelnek ezek a helyek a kurzusra, mert hogy mégsem hittanórára kell jönni, mégsem a szabad időből veszel, hát azért az időmenedzsment egy egyetemistának lényeges dolog, és még kapni is fog egy kreditet, és hát úgy van vele, hogy rosszabb kurzusa is volt már, és még ott a lehetőség, hogy jól sikerül. Nem titok, ezeknek a kurzusoknak az a lényeg, hogy találkozzunk. Tehát, hogy persze tudásanyag átadás is van, hiszen egyetem, ehhez én magam is ragaszkodom, hogy ennek legyen egy akadémiai vonulata, ne tegyük komolytalanná az egyetemnek a struktúráját, viszont a lényeges rész az az, hogy a vizsga az egy találkozás. És milyen érdekes, amit mondod, hogy percek alatt megtelik a kurzusra való jelentkezés. De ez nem jelenti azt, hogy ez egy nagyon könnyed dolog lenne. Más oldalon meg azt vizsgálva, ez egy nagyon jó missziós lehetőség. Így van. Ebből a kurzusból mindig adódik az, hogy valaki majd innen alakul az, hogy akkor ő szeretne megkeresztelkedni, vagy ha valamilyen szentség hiányzik, csak megkeresztelték, de nem volt első áldozó, bérmálkozó, akkor itt találkoztunk, és akkor így megy majd tovább. Vagy ugye a vasárnap este van az egyetemi lelkészségünknek, este 7:30 egy szentmiséje a Borbíró téren, a megtestesülés templomba, ott majd megjelenik. És lehet, hogy ezek az emberek csak egyszer-egyszer jelennek meg. Tehát, hogy az egyetemi lelkészeknek a munkája az inkább a magvetésnek a feladata. Tehát, hogy itt nagy aratások nincsenek. Tehát ez, de a magvetőnek van egy nagy hite, hogy az a maga, amit elvet, abból lesz majd termés, és a növekedést azt az Úr adja. Ezzel a hittel dolgozunk, azt gondolom, mindannyian lelkészek az egyetemen. És hogy igen, nem tudjuk, hogy kiben egy-egy gondolat, egy pillanat, egy találkozás, egy élmény, egy kurzusból mi marad majd meg, mi indítja majd el, hogy ő már egyszerűen járt itt. Volt olyan egyetemista, aki azt mondta, hogy ő most jár először templomban. Azt.
És akkor már volt értelme. Így van. Akkor már volt értelme. Na vissza a keletre. Egészen különleges a programok várják, hiszen megismerték Debrecent, de hát az is egészen különleges, hogy pont ez itt van most Debrecenben. Mert hogy ennek is oka van, hogy miért itt van a 13. találkozó. Az egyik kiemelkedő oka az, hogy a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye az idei esztendőben ünnepli az alapításának a 30. évfordulóját. Debrecentől ezt a városnevet meghalljuk az országban, azt gondolom, hogy elsők között az egyetem az, ami így hozzátársul így egy képzett társításként, és ez nagyon fontos nekünk is, hogy az egyetemen jelen vagyunk, létezik a lelkészségünk, az egyetemmel kapcsolatban vagyunk, hiszen a felnövekvő generáció itt alakul, itt formálódik. Ezért nagy öröm, hogy így sikerült így alakítanunk a programját ennek a keletnek, hogy akkor Debrecen tudjon otthont adni. Debrecennek vannak sajátosságai, amit egyébként azért ne feledjünk el az ifjúsággal, fiatalokkal, egyszerűen emberekkel való kapcsolatban ez mindenképpen megjelenik, ami az ökumenének azt hiszem a gyönyörű gyümölcsei. Az egyik ilyen, amivel indítani is fogjuk majd a péntek esti programot, az a Szojba a papnak intézménye, ha így megnevezhetjük. Másik két egyetemi lelkész kollégámmal fogunk beszélgetni, Kis Lászlóval és Péter Szarka Lászlóval. Az egyetemisták kérdéseiről, a hivatásukról, az életükről, hogy mi az az út, amin ők járnak, ezzel indul a pénteki programunk. A szombati programnak a gondolata az, ami az egyháznak a gondolata, a szinódus. Az úton vagyunk, közös úton járás, és ezen a közös úton mindenkinek van feladata. Tehát nem csak a kisgyereknek, vagy az ovisnak, vagy a minisztránsnak, vagy az apukának, vagy a nyugdíjas bácsinak, néninek, hanem mindenkinek, tehát az egyetemistának is. Tehát az egyetemista is hozzátartozik az egyházhoz. És az a kérdés, ami az egyetemistában megszületik, az az egyházon belül az egyháznak is a kérdése. Ugye a szombati nap az egy ilyen tréning délelőtt lesz, az egyházépítők csapata jön Szegedről, és egy kicsit ennek a témakörébe szeretnénk elmélyülni, hogy mit is jelent nekem az egyház. És erre az is jó válasz, hogy semmit. Mert hogy majd válasz. Innen lehet tovább, és hogy miért semmit, és ezt lehet vinni tovább, de kell, hogy legyenek kérdésfelvetések, mindegy, hogy milyen válaszok születnek, mert a rossz válaszból is lehet tovább indulni. A legrosszabb válasz az, amikor kérdés sem merül fel, és nem születnek válaszok. Úgyhogy ez lenne egy kicsit így a szombatnak a programja, a délelőttje. A délután pedig hát a gazdag városunk megismerése, tehát hogy nagyon kellett válogatni, hogy mi az, amit Debrecenből szeretnénk megmutatni. Nyilván belekerültek a munkácsi képek, a református nagy templom, a két székesegyház, Szabó Magda emlékház, stadion, ami azt gondolom, hogy része a debreceniségnek, és jó, hogy ezt megláthatják, jó, hogy ezzel találkozhatnak. Vasárnap majd egy ünnepi szentmisével zárul ez a programsorozat. A találkozásról, a másiknak, a helyi kultúrájának a megismeréséről, és egy kicsit a saját megerősödésünkről kell, hogy szóljon ez a találkozó. Határon túlról is szép számmal érkeznek, illetve a Magyarországon működő egyetemi lelkészségek, tehát egyetemekről azt hiszem, hogy talán minden közösség képviselteti magát. Hány fiatal érkezik Debrecenbe? Ezt hogy kell képzelni? Egyetemisták, tehát hogy a regisztráció azért nem olyan nagyon egyszerűen halad. Kollégákkal beszélve 100 fölötti létszámmal számolunk. Nem, tehát hogy még a regisztráció ez így nagyon az úton van, de mi, akik vagyunk, találkoztunk már egyetemistákkal, ezt így pontosan tudjuk, hogy ez csütörtökön még nem lesz vége a regisztrációnak, és pénteken, amikor megérkeznek, az lesz a biztos, hogy akkor éppen mennyien vannak. Nyilván ehhez kell egyfajta rugalmasság, de ez egy ilyen világ, tehát hogy ezt így kell tovább fejleszteni. De ezt nagyon jó látni, hogy ön, aki ennek a vezetője, ezzel a fajta türelem és nyugalommal oda szeretgeti. Mert ugye, hogy oda kell szeretgetnie a keresztőjébe, ha úgy tetszik a fiatal, és megmutat neki, hogy a templom bejárata, az mit is jelent az ő életében. Így van. Közösen vagyunk ezen az úton, tehát vannak jó kollégák, akik segítenek ennek a szervezésébe, úgyhogy köszönöm nekik is, és bízom benne, hogy egy nagyon szép, gazdag program lesz. A vasárnapi Szent Mise, a Szent Anna Székesegyházban lesz 10 órától,
ezt püspök úr tartja, az egyetemisták zenélnek, mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk erre a látványos nyitott programra is. Milyen különleges lehet majd ott látni, hogy hol is tart az ifjú nemzedék lelke. Köszönöm. Sok áldást kívánok a programhoz. Köszönöm szépen. Amikor elérkezett a 8. nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, ha Jézus nevet adták neki, úgy, mint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhébe fogantatott. Az örömhírt Csapó Márton diakónus tolmácsolja. Amikor elérkezett a 8. nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott. Mikor pedig elteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint az Úr törvényében írva van, minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve. És hogy áldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye mondja, egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. Élt pedig Jeruzsálemben egy ember, Simeon volt a neve, igaz és istenfélő férfiú, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. A Szentlélek kijelentette neki, hogy halált nem lát, amíg meg nem látja az Úr felkentjét. Ekkor a lélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor szülei bevitték a gyermek Jézust, hogy a törvény szokása szerint cselekedjenek vele, karjaiba vette őt, és Istent magasztalva így szólt. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a nemzetek megvilágosítására, és dicsőségére népednek, Izraelnek. A mai napon gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét ünnepeljük. Az ünnep tartalma kiválóan összefoglalható az imént említett evangéliumi szakasz alapján. Zsidó szokás szerint tehát a Szent Család elvitte a gyermek Jézust 40 nappal a születése után a jeruzsálemi templomba, hogy ott bemutassák az Úrnak. Volt arra egy idős Simeon nevű ember is, aki az imént hallott dicsőítő himnuszban Krisztust a világ világosságának nevezi. Az egyik legelső keresztény szimbólumunk a húsvéti gyertya, hiszen Krisztus a világ világossága. A fény nagyon fontos az emberi életében, igazi létszükséglet. Ugyanakkor egy szimbólum is, hiszen önmagát emésztve táplál. A déli országokban, ahol több a napfény, kevesebb gyertyát gyújtanak, míg az északi országokban egyre többet. Ez is bizonyítja, hogy mennyire szükséges az ember számára a fény, mennyire szükségünk van a fényre, a világosságra. És pontosan ugyanígy Jézus is, a fény az életünkben, rá is nagy szükség van az életünkben. Az életem sötétjében, az életem problémáiban, a kilátástalanságban. Ő a fény, aki utat tud nekem mutatni, aki reményt tud adni, aki saját életével táplál engem. Amen. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten a Református Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!